Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy vadúj Pokémon Brick Bronze epizódban, ahol is nem más fogunk csinálni, mint amint látjátok, egy kicsit be vagyok itt gengrépelve, és arra vagyok kíváncsi, hogy itt mi a túró történik. Elmentem ebédelni a live után, és hát úgy látszik, hogy itt rám talált apraja falva, és szeretném őket egy picit meglepni, úgyhogy Discordon át fogok menni abba a csevegő csoportba, ahol őket találom, és nézzük meg, hogy mi történik. Halló? 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 Éppen elkezdtem egy felvételt, és most azt láttam, hogy mindenki a csevegőt fogja megszállni, és körülöttem mindenki ácsorog, áll, és vár. Nem tudok táncolni, vagy valami? Micsoda? Dance, Space, és Dance 2, vagy Dance 3, vagy Dance 1. Értem. És akkor elkezd egy animációt csinálni, amit most lehet látni a képernyőn, kérem szépen. És mindenki dance-el, van akinek olyan vastag a karja, mint egy lépcsőháznak a korlátja. Bára. Tessék! Most ceremoniát tartunk, elkezdett így elüldözött. Várjál, ne takard el a mikrofont! Most mondd! Nyugodtan beszélj, nem kell félni. Ceremoniát tartunk. Olyan, hogyha befognál az orrodat, és így akarnál beszélni. Démonűzés. Démon. Na jó, gyerekek, azt mondta nekem a botonmester, itt a Rigó arcú csibész, hogy itt egy Duskball van, egyiket azt hiszem, hogy már körbejártam itt minden, de tényleg itt van. Úgyhogy egyelőre még nem sikerült felszednem. De végre itt van, a birtokomba került, ez a fantasztikus Duskball, úgyhogy jövök vissza. Itt... Még az a nagy kérdés, hogy nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ott a kezdőhelyen van két fa, amit ki lehet vágni, hogy oda érdemes-e visszamennem azért a két fáért, csak hogy ott ki tudjam érdemes. Vágni. Egy egész jót ilyen van ott, most mentem vissza, érdemes. Oké, akkor viszont visszamegyek. Hát minden bokron. Azta. És van, aki itt légdeszkázik el mellettem. Az én voltam. Te voltál? Na igen, kemény. Valaki azt mondja, hogy Bána, ebben házban van TM. Oké. Visszamegyünk érte majd. Trick room van csak ott, hát az annyira nem izgalmas. Nem fogsz izézni, sloppingezni, szóval fölösleges. Így van. Szóval, visszamegyünk a játék legelejére, ott ahol kezdtük. Egyébként már egyszer visszamentem oda, és akkor nem vettem észre ezt a két bokrot. De az emlékeimben ott volt. Ez a furcsa. Tehát most minden bizonnyal ott lesz. Ott, ahol én ott kezdtem a játékot, ott, ahol mindenki elkezdi a játékot. De most van egy pár segítőm, amint látjátok, itt rohamozzuk a pályát. Itt a Skirtless a kökút. Hatalmas. Ugye a nézők is benne vannak a videóban. Wow. Oda hogy lehet bemenni azért a pokilabdáért? Be kell buggolni, gyerek. Nem buggolni. Ó, és tényleg. Na ezt is felszedjük akkor. Nagyszerű. Hát igen, ez nem volt egy nagy szám. Be kell buggolni, tényleg így be kellett fordulni félig, hogy össze tudjam szedni. És akkor megyek tovább. Ez az izgalmas. Hát később lesznek ilyen helyek, ahol be lehet így ebből a repülőszarral menni. Repülőszarral menni. Lelkes vagy. Itt van a bokor. Értem. Nincs katon. Már szerez meg. Nincs olyan messze az. És itt van a TM, tényleg. Ez egy TM98, az melyik is? Power Up Punch, oké. Okay. Cool. De nincs is fightingom, mi? Nincsen. Hát ezt tudod másnak is, hogy nem fighting. Power Up Punch meg egy nagyon jó move. Mi megy most, egy videó, vagy mi? Igen, éppen veszek fel egy videót. Olyasmi. Ez tök jó amúgy. Szóval, megyek vissza, és utána elmegyek abba a safari zónába, ahol küzdöttem mindenkivel. Safari zóna. Én mindig Safari zónának hívom, de csak ilyen sárga fű van ott, ilyen... Úgy néz ki, mint valamilyen szavonna, vagy nem tudom. Root 4, mennyi free? Hát igazából szavonna. Safari zóna az a játék végén lesz. Tehát van ebben a játékban hivatal Safari zóna is. Igen. Hmm. Jó olyan, tudni. Hogy csak ott tenni 520 labdát, és ott csak abban a labdával tudsz Pokémonokra vadászni. Az még rendben van, csak hogy egyáltalán belerakták a játékba, nekem már az is új. Aha. Egyébként meg vagyok lepődve, hogy mennyi mindent, milyen körültekintően csinálták meg ezt a
Brick Bronzot, teljesen el vagyok ájulva. Igen, amúgy mi is nagyon szerettük. Na. Szeretjük is. Ja. Király. Végre egy olyan játék, ahol meg lehet jelenni egyszerre többen, és nem bugol, meg nem kell... Bánom, hogy lehet neked ő Pokémonokat adni? Hát, gondolkoztam ezen, de nyilván az nekem a kihívás, hogyha egyedül viszem végig a saját kis dolgaimmal, amiket elkapok. Oké, de így vannak a boxok is. De így vannak a boxok is, akkor a boxokba, mivel 80, ez mondjuk az utolsóba, belerakod az ilyen ajándék Pokémonokat, és akkor, amikor véget ér a játék, neked legalábbis. Akkor majd mehetsz PvP-t. Igen, akkor használtad. Arra gondoltam, hogy most beszedek magamnak egy Max Rippelt, mert nagyon unom, hogy minden Pokémon így. Hát figyelj, nyisd ki a gyógyszeres dobozt, aztán dobd be egy Max Rippelt, amelyik rá van írva, az lesz a jó. Ne a rózsaszín pirulát vedd be, attól lehet, hogy más fog megállni benned. Szóval a lényeg, hogy most jutottam odáig addig a részig, ahova szerettem volna, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt most a Ground Pokémonokon, meg ugye egy Litleót elkapta, azon kívül lesz a más. Route 5 ez, Boti. Route 5. Lesz Route 5, vannak ők a végén. Blitzel van itt. Majd lehet fogni Delibirdet. Nyilván azt, itt vagy Rigó bácsi. Én nekem van már Blitzel, elkaptam. De Zapstrike annyira jó, annyira érdekes. Nem már annyira. Szerintem nem volt nekem még soha, szóval azért kérdezem. Itt kell majd le a trainer. Itt most megpróbálom ezt Litleivel. Tudja, hogy rosszul fogok járni. Geodude-i vannak hosszú. Geodude? Az nagyon rossz. De ugye van XP-serem, és teljesen mindegy, hogyha kicserélem a Pokémonokat. Gondolom nem számít. Nem számít. Bána, várlak téged a Route 5 végén. Na. Route lesz. Haló. Mi újság? Sem. Mészáros Lőrinc hangján megszólalt. Frogadír. Na. Megy rád a pénzszigáldás, nyerünk. Köszönöm. Igazából ezeket már bőven megfejlem. 13 szintű Geodude-okkal harcolok, gyerekek. Frogadírnak ez félfogára se elég. Úgyhogy viszonylag könnyedén söprök át rajtuk. EXP serem. Meg még a víz ugye. A kvillant a kettős. Abszolút. Van Ash Greninja a játékban. Ja, igen, benne vannak mindenféle idő. Igen, én is hallottam róla. Na figyeljetek, Water Pass, igen, nem Sturdy. Na van, sok. Sturdy miatt nem halt meg. Érdekes, mert úgy van most a Geodude, hogy egy darab HP-je van, de mégis úgy érzi ki, mintha lenne még egy, tudom én, 5%-nyi HP-je. Az furcsa. Hát csak így érzi ki a játék a HP-t. 18-as szintű lett Frogadier. Csúcs. Csúcs szuper. Gratulation. És mindegyik Pokémon szintet lép, meg tanulgat, meg mit tudom én. Noble Roar. Na, ez érdekes. Hozzá. Jó, én mentem tanulni. Sziasztok. Na, szóval... Lowers opponent's attack and special attack. Ez jól néz ki. Megtanultam Litleivel. Szóval... Itt most át kell menni egy csomó tréneren, gondolom én. Ez itt a lényeg. Hát kire még egy lesz. Még egy lesz. És bejutsz a következő gym területre. Ja. Bána, tudod mennyire akartam, hogy találkozzak veled. Na, hol? Itt a játékban? Aha, meg hogy beszéljek veled. Na, hát látod, összejött. Néha összejönnek a dolgok. Nem úgy, mint nekem a mai live-ban, amikor megpróbáltam a Rayquazát elérni. Valaki csinálja utánam. Ez valami gyilkos nehéz. És ezt mit tudom, hogy Game Boy-on mennyivel könnyebb? Hát ott mindig vissza kell tölteni. Ez gyilkos nehéz. Jól van. Lehet, hogy úgy kellett volna ezt a lábot elkezdeni, hogy jaj, srácok, itt vagyok Rayquaza előtt, egész éjszaka ezzel szarakodtam. Nagyjából 3,5 órámban telt feljutni a Skypillar tetejéig. Ez nagyon vadállat nehéz. Fogok még próbálkozni, de nekem most nem sikerült, nem jött össze. Ez a bicikli manőverezés nem volt. Hát ez a biciklizés, ez katasztrófa volt, szóval... Nem tudtam mit kezdeni vele. De majd valamit kitalálunk. Ó, és ott egy kapu! Egy vidám kapu. Megint egy hipopotász az ellenfelem, de csak ilyen 9-es szintűek jönnek. Hát, lesz még erősebb. Pyroar az hányas szinten alakul? Hát ilyen... 30 valamennyi? Rohadt sok, gondolom.
El is futok. Át is teszem a jobb pokémonomat az első helyre, mert nincs igazából különösebb jelentősége, hogy ki van ez a, az, aki üt. Na. Én most átmegyek másik chatbe, mert itt egy olyan részén, ahol nem akarom, hogy bárki spoilerezzen valamit. Okay. Úgyhogy majd esetleg visszajövök utána. Na, pacsösz. Oké, átjöttem ebbe a szobába. Itt vagyunk elvileg Botival, nem tudom, hogy ő igazából csak hallgatni fog, hogyha valami nagy gond van. Ó, oh, ez Jake! Azt kérdezi tőlem, hogy hogy kerültem ide ilyen gyorsan. És csatázunk! Oké. Okay. Mindig ez egy ilyen beidegezett dolog, hogyha Nuzlocke-ot elkezded, akkor így benne lesz a fejedben az, hogy úristen, csata, fel vagyok-e rá készülve? Mert ha kinyírek egy Pokémonot, akkor azt utána nem tud felhasználni. De szerencsére itt nincsenek ilyen nagy gondok. Lehet, hogy a Jake az erős, de akármit leüt, fel tudom gyógyítani. Egy 15-ös Eevee-vel kezd. Jó, szerintem... De fura, mert ez most már ilyen nagyon ilyen geris vonulat, hogy Eevee-vel kezd. Mármint blues, értitek? Confused lett a Water Pass után, ez az Eevee nem valószínű, hogy túl fogja élni. A másodikat. Bang! Jól megy igazából. Most nagyon jól megy a játék. Mindenkit egyből sikerül eltakarítani az útból. Dizzy se tudott semmit se csinálni. Dr. Furko 18-as szintre lépett és meg akarja tanulni a Bite-ot. But already knows 4 moves. Mit felejtsünk el, srácok? Ti mit felejtenétek el a harapás helyett? Én a tackle-t vagy a leer? Inkább a leer-t. Oké, okay, a tackle-t még meghagyjuk. Nem tudom, lehetséges, hogy pont az fog kelleni, de kizárt dolog. Szóval Juicy úr is 17-es szintű lett. 3 szint kell még, hogy Diggersby legyen. És Blitzel akar bekerülni a csatába, úgyhogy Hippo. Dömperkével, mert a hipopotászt mondtam. Dömperkével fogom lezúzni. Ezért az a Hippowdon se lenne rossz. Viszont lassú, tankos Pokémon. Meglátjuk, hogy mennyire fogunk... Igen, Ekrom elaltatni. Thunder Wave-et nem tudja rám tenni, mert ground típusú vagyok. Annyira jó ezt látni, gyerekek. Azután a rengeteg paralízis után, amit elszenvedtem ugye a mai nap során, különböző Pokémon játékokban, hogy... Hogy csak na, egyébként most remélem, hogy a Yawn-t rá tudtam tenni. És megint Thunder Wave-vel. Hát hagyjál már a békén, hagyjál már! Tökre olyasmiben gondolkozom, hogy elaludt egy vidám alvás. Hogy megcsinálom a negyedik generációt, ugye a Platinumot, és utána egyben megcsinálom a top 10 kedvenc. És top 10 nem legkedvencebb Pokémonom listáját, mert már nagyon sokan kértétek és akartátok tőlem. De a Robloxot azt minden nap akarom nyomni, mert alapvetően haladni akarok a játékkal, meg szeretnék ligát csinálni, meg szeretnék bajnokságokat, meg szeretném, hogyha ti is részt tudnátok venni a dolgokban. Egyébként, akit érdekel a játék, annak a leírásba általában mindig meg szoktam osztani a linket, ott el tudjátok kérni, rákattintotok egy weboldalra, ott utána egy playre, csináltok egy fiókot, playre, minden ingyenes, és elkezdtek játszani, ha akartok. És hogyha velem akartok játszani, akkor amikor online vagyok, berjátok a nevemet, és csak rám csatlakoztok. Egy fiú Nidorannal fogunk csatázni. Hát, remélhetőleg itt se lesz majd nagy baj. Azért a Yawn-t ráteszem. Double kick, ez 10-et levett? Azt a rohadt. Közben itt a chatet látjátok végig. Megy itt hát igazából most szinte mintha csak magyarok lennénk ezen a szerveren. Elképesztően sokan vagyunk. Valaki azt ír, hogy English and other languages disconnect now please. Hát ez nagyon humoros volt. Most sikerült elaltatni Nidorant? Sikerült elaltatni Nidorant, úgyhogy harabdálni fogom a fültövét. Nidoran! Nem is kell flincselni, most jutott eszembe. Mert ugye sleepelve van, alukájál csak, kiharabdálom a vesédet. Te kis Nidoran. Lehetem a Nidorinóz legalább rengeteg XP-t ad. Ez nagyon nem fog rengeteg XP-t adni. Nagy szintlépés! Semmi. Na jó van, Jake, van még valamid? Nincs semmi, hát ez elég gyalázatos teljesítmény volt. Viszont azt tudhatjuk, hogy lesz valószínűleg valami Eevee átfejlődése, Nidokingje és Zapstrike-ja. Azt hiszem, hogy nem egy Blitzel volt a másodikja? Na már el is felejtettem. Nem ezen filóztam. Úgyhogy azt mondja nekünk, hogy a Team Eclipse-el kapcsolatban hogy oda megy a Pokémon Centerhez, felgyógyítja a Pokémonjait, és valami a Team Eclipse-el kapcsolatban történt, hogy valamit hallott róla. Szóval semmi érdekes, különösebben furcsa dolog nem történt. Menjünk át ezen a kapon, és nézzük meg, hogy itt mi a tudsz történik. Nincs itt senki. De itt van valaki, egy ilyen építkezési vállalkozó, Brimber bácsi, nem, Brimber City.
ahova megyünk. Tán, mi ez, láva és vulkánó? Ezt meg kell néznem, gyerek, ezt meg kell néznem. Na nézzük. Benszület beállna, gyorsan, ide! Ki ez a tag? Már megint Jake van itt. Ez a Brimber City-nek a gym leadere. Nem, ez a... Nem, ez a gym leadere. Kicsoda? Ó, most éppen belefutottam a városban. Hogy belerohantam. Igen, abszolút akarok csatázni veled. Ja, most be van zárva a gym, na miért? Valami szörnyű dolog történt korábban reggel folyamán. Egy csapatnyi bandita, aki Team Eclipse névre hallgatnak, megtámadták ezt a gymet, és elraboltak egy nagyon, egy méretetlenül drága dolgot. Valamilyen műtárgyat lehet. És vajon mit loptak el? Egy red orbot loptak el. Na, az szép. Az szép. Úgyhogy a gym leadernek vissza kell jutatni a red orbját szerintem. És arra jön a red orb, hogy alvó pokémonokat felébreszen a vulkánokban, például Groudonokat. Ha lenne több is. Szóval... Igen. Most itt a legendákról beszéltem, nyilván Groudonról van szó. És azt mondják, hogy nem hiszik, hogy Team Eclipse-nek van róla fogalma, hogy mit csináltak valójában. És szerintük a legendás Pokémon után eredtek, hát tiszta Team Magma. Mielőtt többet tudnék, azelőtt menjünk egy gyakorló ütközetre a gymbe. Ó, és most a szüleimről is szó volt egy pillanat erejéig. A szüleimre is figyelni kell, hát ha valahol egy ilyen bokorban kidugják a fejüket, és ott fognak ránk várni, nem hiszem, hogy ilyen egyszerű lesz. Oké. Vajon merre mehettek? A 6-os út felé mentek, nyilván az 5-ös után a 6-os jön, szóval mi se lenne egyszerűbb. Oké. Szóval bármit is csinálsz, légy óvatos. A pokémonjaink... Mi? Ja igen, ő most felgyógyítja a pokémonjait. Menjek előre és találj meg Team Eclipse-et. És még mindig állok, tehát mindig nem tudok megmozdulni. Na most tudok megmozdulni. Itt a Poké Center, de látjátok mennyien vagyunk, te jó ég. Mindenki nyomja a dance-et. Dance. Gyerünk. Egy gyors heal, és már folytatjuk is. Szóval kijöttem a Poké Centerből, itt megint összegyűlt apraja falva, látjátok. És elindulok erre először. Nem tudom, hogy pontosan mi lesz itt. Ez egy fickó, aha. Szóval csak itt elő, egy nem egy játékos. Nehéz most már ide megkülönböztetni. Ő volt a gym leader? Nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ő lesz szerintem a gym leader, nagyon hasonlít rá. Ahogy hasonlítaná, azt sem tudom, ki lesz a gym leader. Na, ide nem lehet fölmenni, mert utanálló munkás van ott. Ott van egy gym, az nagyon, nagyon gymnek néz ki. Itt van egy házikó. Ennek is ami külön jelzése van. És van már egy kócos figura, aki egy Charmeleont bámul. Jézus Márián. Oké, nagyon nagy megfejtés volt, és mintha minden cucca szalmából lett volna. Érthetetlen számomra. Rengeteg házikó van itt. Fel akarok oda menni a gymhez és megnézni, mi van be, mert lehet, hogy ez a practice battle az most konkrétan nekem egy gym jelvényt jelent. Pachirisu Pikachu, és ott egy vulkán, kitörő vulkán. Én a vulkánt még nem látom. Ja, itt van, bakker, hatalmas ez a vulkán. Jézusom, és egész jól meg is van csinálva. Oké. Lehet, hogy ide el van dugva valami? Nézzünk azért körbe. Nincs. Ahogy én látom, nincs. Valaki azt mondja, ne kövessétek bánát 5 centire, mint valami horrorfilmben. Igen, jön a kaszás, és letépi a fejemet. Azért menekülök. Na most senki nem tudja, merre jöttem. Szóval, itt egy kalapos figura. Azt mondja, hogy a gym be van zárva, túl veszélyes, mert a Team Eclipse ellapott egy drága értéktárgyat ma korábban, és a vulkán... Micsoda? Ja, not sure the plans are. Na, szóval, nem tudjuk, mit terveznek, de azt gyanítjuk, hogy valami borzalmas dolgot csinálnak a várossal. Hát, itt igazából már láttam, és olvastam, hogy sokan írták, hogy először Team Eclipse-et kell legyőzni, valószínűleg meg kell őket találni, és arra nem tudok menni, szóval azt gyanítom, hogy erre lesz valami. Itt tovább kellene mennünk a következő utcán, következő úton pontosabban. Ez lesz itt a Route 6, ha jól láttam. Mama, papa beszélget, ők velük most nem fog beszélgetni, és remélem ők lesznek az egyetlenek, akik tényleg számítottak és fontosak lettek már a végjátszáshoz. Csak nem adnak jó dolgokat. Nézzük az első trénert, ő nem tűnik Team Eclipse-esnek, inkább ilyen elfusserált, ilyen kommunista Indiana Jonesnak néz ki. De hát lássuk, a nyakkendő az rendesen oda van rajzolva a ruhájára. Egy Venonatet kell elpusztítanom.
azonnal el fogom pusztítani. Chipeske most már ki van képezve tökéletes mértékben. Bug. És Confuse is rátett. Na jó. Ennél már nem lehet jobb. Bug és Poison Venonat? Azt hiszem, hogy igen. Kenyér Ninja is beküldött, és én is kaptam egy Confusion-t. Hát ez szörnyű. Le is cserélem a Pokémonat, nem akarom megsebezni saját magam. Gyere, Litleyla! Szóval a múltkori kommentekben nem tudom, hogy volt-e olyan, hogy tartsuk-e meg Litleót, de azt tudom, hogy a lány verzióra szavaztatok. De azt nem tudom, hogy alapvetően mint Pokémon szerintetek jó-e, vagy érdekes-e. Lehet, hogy fogunk találni jobbat azért a végjátszás során. Én bízom benne, hogy lesz még mit aprítanunk. A tejbe más tűz Pokémon is fogunk találkozni. A szuperszonikos jó rohadt életbe, hát már hanyadszorra teszi rá. Most visszaváltok Chipeskére. Eddig szerintem csak szuperszonikot nyomott ez a Venonat. Venonat. Na, opozi Venonat is confused. Üzd már meg magad! És megint nem ütötte meg magát. Foresightet használ, de most szét fogom kriketekkelni. Hacsa! Puff! Kritikál hit. Persze egy pont a végére az 3 darab HP-ját, ami volt. Chipeske szintet lépett, 19-es szint, és meg akarja tanulni a Smokescreen nevű képességet. Hát, szerintem hagyom. De azért megnézem, hogy miből válogathatnék. Itt látjátok, Pikachu, Cut, Lick, Smokescreen. Van Sand Attackünk, szóval szerintem ez ugrani fog. Vajon van-e Move Deleter a játékban? Move Deleter tudom, hogy van, de hogy van ilyen Relearner esetleg, amivel meg tudom tanulni a régi move-okat, arról nekem fogalmam sincs. De lehetséges, hogy nincs, lehetséges, hogy van egy kicsi pénzbe kerül. Az első tréneren túl vagyunk. Hú! Beleakadtunk egy Wild Encounterbe, és egy Blitzelt kellene legyőzni, de gyorsan átugrunk ezen. Megy a hashtag Vulpex, srácok, nézzük a következő trénert. Oh boy! Hát ő sem néz ki Team Eclipse-esnek, bár a fene tudja ezek a Team Eclipse-esek hogy néznek ki pontosan. De valamit a Vulkára magyaráz. Na, let's battle! Nézzük, hogy miből élünk. Reméljük, hogy nem Kakizárdal vagy Mr. Fing-el fog visszavágni. Bána jön-e vissza csevegőbe. Ugye a videó elején még ott voltam, és átüttem, hogy ne legyen spoiler. És lehet, hogy vissza fogok nézni még a videó végén a csevegőbe. De most egyelőre ezt a trénert pusztítsuk el. Egy ponitával próbálkozott, ami sokat nyilván nem tett a latba. Teddy úr, nincsen fighting move-on, meg kellett volna tanítani azt a power... Mi is volt? Nem tudom, amit felszedtem az elején, mindjárt meg fogom nézni és megtanítom valakinek. Teddy Ursa, hát te nagyon kaptad. Nehogy paralízis legyen belőle a végén? Na, köszönöm. Szóval Kikatek és... Cső Teddy. Teddy Mackó. Alright, very nice. Very, very nice. De és akkor nézzük azt a power up move-ot. Igen, itt vagyok. És nézem is a begemben, TMs, HMs, Power Up Punch. Meg tudja tanulni Chipeske és Gyuszi úr is. Na, Gyuszi úrnak megpróbál megtanítani. Na, neki úgyse olyan gázos. Meg a Grass Nutot is lehet, hogy megpróbálom majd. Igen, valamit felejts el, Gyuszi úr. Mondjuk az Agility-t. Takedown-t. Takedown-nak semmi értelme. Annyira nem jó. Jó. Takedown-t elfelejtettük. És megtanultuk a Power Up Punch-ot. Close. Nézzük a következő ellenfelünket. De azért ebbe a fűbe is egy kicsit bele. Beledugom a kezem, és egy ponita van benne. Egy lány ponita. Gondolom, hogy a lány nézőim azt gondolják, hogy ennek a Pokémonnak az elkapása az a feladatom. Ha nem hal be a kükötekbe, akkor elkapom. Nem hal be a kükötekbe. Megpróbálok rádobni ezt egy pokilabdát. Nem tudom, hogy mennyire bírja jól vagy rosszul. Lássuk! 1, 2, 3, 4! Megvan az egyik leggyorsabb Pokémon, tűz Pokémon. Ponita. Adjunk neki nick nevet, igen. Legyen a neved az, hogy... Punita! Szerintem ennél egyszerűbb neve nem is lehetne egy Ponitának, főleg, hogyha lány. Úgyhogy Punita bekerül a boxba, és mi pedig ballagunk tovább vidáman. Csörgessünk tovább, gyerekek! Azta, itt most szemtől szembe a vulkán! Hát én lepisálom magam. What the fuck? a bokán mindjárt. Szóval még egy Pokémon tréner fog megküzdeni velünk. Ez egy ilyen kis félrehány sapkás, ilyen Félix Snob.
Úriember, egy 14-es zubettel vág elénk. Nem lesz ez vész. Két move-ból szerintem kicsapom a szemét. Egyetlen egy water pass volt. Hát én benhagyom tényleg a mainemet az első helyen, és mindenkit kiütök vele. Második zubetet is megpróbáljuk egy water pass-ra eltüntetni. Minden bizonnyal nem lesz más az eredmény. Na nézzük, és ez is összejött. Csúcs, lehet, hogy még a Team Eclipse-el is fog csatázni. 20-as szintű lett Csipeszke. És osszuk csak el azt az XP-t. Dr. Furkó 19. És akarok ezt switchelni, Petret lesz a következő. Nézzük már meg, hogy Gyuszi úr mekkorát tud bele pakolni az ellenfél arcába. Ez a normál Pokémonok ellen egy normál Pokémon fog Fighting Move-ot használni. Power Up Punch! 40-esen volt a Base Power-ja, jól emlékszem. Nem vette el a fél életét sem. De az attackamat megnövelte, hogy kell. Accuracy-mat viszont levette Petret. Nézzük, hogy másodszor eltalálom-e. Bide-ot használ, az most tök oké. Gyuszi úr, nyomás, Gyuszi úr, ez az, pofán verte és Petretnek annyi. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis move. Működött is rendesen. 153 XP, majdnem szintet lépett Gyuszi úr, majdnem. Ilyen pici híja volt. Ditlejla viszont 17-es szintet lépett, Cespion 15 talán? Az a jó kérdés, hogy vajon úgy át tud-e alakulni Espionnál az én kis Eevee-m, hogyha egyébként... ez micsoda? Pile of Dirt, ezt biztos meg lehet majd ásni. Hogyha nincsen első helyen, tehát hogy nő a happiness rendesen, nem tudom, hogy ezt meg tudom-e nézni Robloxban. Van egy gonosz barlang. Az igen, figyeljetek, mennyire agresszív fel a csávónak. Mindjárt izé szétfeszül. Oké, ő már Team Eclipse-es, látom a kabátján azt a kis félholdat, azt hiszi, hogy kemény. Az igen, nagyon morcos. Oké. Lássuk el a baját, egy Pucsiéna, 15-ös Pucsító Hiéna. Szerintem egy Water Pass-ot eresszünk neki meg. És leveled, így van. Pucsiának borzasztóan rossz a defense statisztikája, úgyhogy nem kell aggódnotok, hogyha ide juttok. Szerintem bármilyen kezdő Pokémont választhatatok, lazán meg tudjátok oda. Mudshot-ot akar megtanulni Gyuszi úr. Hát ez külön öröm, akkor azonnal eltávolítjuk a valamelyik move-ját. Az 55-ös power, 15 pp és 95-ös accuracy special move. És az opponentnek a speedjét csökkenti, lehet, hogy ezt az agility-t fogom leszedni. Meg akarom tartani a másik ground move-unkat, hogy az accuracy-t is tudjuk lejjebb venni. Jól tudom, az accuracy volt. Zubat a következő, hát akkor nyomjuk a water pass-ot neki. Vicces, bolondozol? Nem lesz itt gond. Ezt figyeljétek, mondjuk a 14-es szintű volt az előző. Lássuk a medvét, és bum, ő is. Kalap, kabát, gyerekek. Most egyébként nem is hiányzik nekem Krobat a csapatból. Ez lesz a legjobb csapatom, amit életemben csináltam, esküszöm, minden generációból össze-vissza van. Ez az egészséges összeállítás. Na menjünk is be ide ebbe a barlangba, lássuk, hogy mi történik. Most lenne jó a repel, valaki azt mondta. Hú, itt úgy vannak random encounterek, hogy nem lehet csinálni semmit. Tehát, hogy nem tud fűbe menni, mert ugye barlangon belül bárhol belefuthatsz bárkibe. Ez egy 11-es zubet, akit én vidáman fejbeverek és hasítok tovább. Rendben, visszamegyek a csevegőbe kicsit dumálni. Na, haló. Sziasztok! Hello. Küzdök a barlanggal éppen. Hitmore, oké. Igyekszem elkapni, ki tudok. Mondjad. Kicsit laggol a hangod egyébként. Aha. Ó, oké. De nem mindenkinek. Nem neked, bálna. Nézzük, hogy Hitmore kibír-e egy quick attack-et, és kibír, és kettőt is rá tudok vágni. Fura, hogy ilyen nagy Pokémonok vannak benne, 9-es szintű. A barlangban, ez a Team Eclipse-es barlang. Ide vissza lehet jönni később is a játékban? Később. Van, ami képzeled, ő lett egy Lugiám. Lugiád? Aha, van már, betették. Jézusom. És amit... Igen. Meg van ilyen random izer is, hogy random dobálja be a kezdőket, és ez bármilyen legendari lehet. Randomizer, aha. Randomizer, harmadik gym után. De az nem igazán értem, tehát hogy közben meg... Nem, kiesett, kiment a Hitmore. Tehát azt nem értem, hogy... Mondjuk bána... Igen, mondjad. Még mielőtt kigondolnám. Mondjad. Én? Igen. Oké, visszafele van egy TM, amit ő... Van egy TM. Bejön egy zubat. Pont elkaptam. Bocs. Adok Hitmore-nak a nevet, egy nevet, mi legyen a nevednek az ormányosnak? Várjál. Daga.
Tálottottam, hogy hangját teszi. Radiátor. De ez milyen megalázó név, hogy dagadt hangyász. Várja. Érjú. Zsírhangyász, az még királyabb. De hát tökéletes lesz akkor az. Szóval zsírhangyász lett ennek a hitmonnak a neve. Tökéletes, soha nem volt jobb. 9-es szintű hitmon. Van, akkor kövess, mert mutatom, hol a TM. Levisz vagyok. Egy jó TM, gyerekek. Oké. Gyere utánom. Kivegyünk a barlangból, de várjál, most elkapott egy random encounter. Zubat! Ez azonnal itt hagyom. Mi kimész a hegyből? Zubat! Hát abszolút, erre számítottam, amikor bejöttem. Mindjárt felveszek a teljes Zubat. Akkor bánna, gyere utána, mutatom. Ezt elrejtették, de nagyon. Itt be lehet menni, itt. Wow, az igen. Itt fel kell menni a lépcsőn, és akkor... Itt. Azta. Milyen szikretek vannak itt tényleg? TM32, ez mi headbutt? Mi ez, várjál? Küldök neked egy videót privátba. Ott vannak az összes TM-ek. Ez egy double team. Jó, hát igazából nem feltétlen kell tudnom mindent. Szóval egy vidám slagmával találkoztam, és ott megpróbálom ugyanúgy elkapni, mint az eddigieket. Van még egy pokilabdám, és ezt rádobom. Lehet, hogy nem kapja el most tökéletesen. Na nézzük, 1, 2, 3, könyörgöm, maradj benn! Most már, ez az, elkaptam. Oké, nem biztos, hogy ebből lesz nekem makkárgom, de nevezzük el ezt a kis lávaszörnyet. Lávalámpa lett a neve, szerintem tökéletes név, abszolút illik a stílusához egy slagmának. Szerintem olyan, mint egy folyékony láva lenne a csávó, úgyhogy ez még pont belefért. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet mindenkinek, a következő epizódban meglátjuk, hogy a Team Eclipse-es barlang mélyén vajon mi rejlik. Az is megtudhatja, aki csak követ, hogyha pedig játsz a Roblox-t, akkor mindenképpen nézd meg te is, hogy mi van erre. Én hamarosan folytatom a sorozatot, addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és ne felejtek a legfontosabb dolgot, vigyétek a ceteket. Pacsi! Na szóval, képzeljétek srácok, találkoztam egy Megbivel, aki egyből meg is borította a szegény Szespiont, meg vagyok burnölve, és én most azt fogom csinálni, hogy egy kriketeket megpróbálok rátenni, de előtte megpróbálok egy Great Ball-t. Hát a Great Ball már magától elkapja. Nem szabad elcseszni, ez viszonylag ritka encounter itt, és egyből kijött. Smogot csinál, evoidoltam. Jó, megpróbálom a kriketeket. És burnölődök a rohadt életben. Nézzük, kriketek, könyörgöm, ne öld meg! Oké, alig vett le tőle valamennyit. Szihetetlen. Tehát még zöldbe van bőven az élete. Megpróbáljuk még egyszer. Kriketek! És nem sikerült, evoidolta. Embert használ. Lehet, hogy ki fogja nyírni szegény kis pizsamás banánunkat. Szespion! Ne hagyd magad! Kriketek! Menjünk le sárgába, az már jó. Megint evoid. Megint smogot használ. Hát ez szét fog minket szedni. Nagyon-nagyon kis ügyes. Kriketek! És megint ez sikerült, ez az. Levittük sárgába az életét. Ilyentől kezdve én már nem aggódom, rádobok egy Great Ball-t, és szinte biztos vagyok benne. Addig gondolkozom rajta, hogy mi legyen egy lány Megbinek a neve, hogyha ebből lesz egy Megmortár, akkor az vajon milyen névre hallgasson? Egy! És egyből kijön a rohadt életbe, pedig most már nem merem kiketekelni. Még van nálam, mennyi? Dusk Ball-t fogok használni, miért nem azt használtam alapból? Ez ugye a barlangban lévő Pokémonokat kapja el egyből, vagy hát nagyon jól. Szerintem 300%-os catch rate-je van barlangban, vagy lett több. 3! És 4! És nyilván el tudtam tenni ezt a Megbit, úgyhogy azon adunk neki nevet. Tehát úgy döntöttem, hogy elnevezem ezt a Megbit Nicki Minajról Nicki Minajnak. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ez itt az adásnak tényleg a vége, úgyhogy vigyázzatok magatokra és vigyétek a ceteket. Pacsi! They catch them, it's my real test. They train them, is my cause. I would travel across the land, searching far and wide. It's Pokemon to understand the power that's inside. Pokemon.